Holnap utolsóként Papp Endre vezeti a Nosztalgia híradót. Sose dolgoztunk együtt, de mindig barátságosan mosolyogtunk egymásra a folyosón. Kedves Bandi, sok szerencsét a holnapi estéhez. Nagy jártunk utána, hogy a magyar-csehszlovák határon vajon milyen a helyzet, annál is inkább, mert a hét elejétől egy ilyen nyilatkozatot kell kitölteni mindenkinek, aki Csehszlovákiába belép. És itt ez a Papp Endre hosszú évekig az Ablak című műsor munkatársa volt. 8 éve azonban híradósként is feltűnt a képernyőn. Annak idején, ahogy mondja, nehezen átkötélnek. Híradózás nem lehet nem megszeretni. Aztán utána megvolt a szerep, hogy és mint alakítsam, és akkor utána nagyon megszerettem. És hát ezt nem lehet nem szeretni. És hát nyilvánvalóan a többi kollégán is ez érződik, hogy miközben dolgozunk, akkor szidjuk, de egyébként hát a szívünk vérzik érte, és hát mindenünk a hírek világa. Emlékezetes pillanat volt számára, amikor nem éppen stúdióba illő öltözékét bírálták. Kiderült ugye, hogy olyan egész alakos képet adtak rólam be, amin látszott az a cipő, amit eredetileg otthon a feleségem kidobott, viszont nagyon kényelmes volt, ezért én becsempésztem ide a tévébe, és itt a tévében mindig abban a cipőben voltam. Tehát a klasszikus dolog ugye, hogy nem rövid nadrágban ugyan, de egy nagyon kényelmes, ám szörnyen szakadt lukas cipőben voltam. A nézők ezt kifogásolták, de hát még itt tulajdonképpen itt a házon belül megúsztam, de utána, amikor hazamentem és a feleségemtől mit kaptam, hát azt hiszem jobb nem elmondani. Munkatársai egyéni stílusa miatt szerették meg igazán. Bandi, mint plebejus figura került a képbe, és ezt egyébként nagyon szépen hozta is ezt a figurát a képernyőn, és a magánéletben is. Hát olyan történetek vannak, hogy ugye Bandi, hát ugye akkor is álltak a televíz előtt különböző autók. Trabant egy sem állt, illetve amikor Bandi jött autóval, na, akkor állt már egy Trabant. A televízió akkori szóvivője, kommunikációs vezetője mondta is, hogy hát ez tűrhetetlen, hát Trabanttal járni ide ebbe az intézménybe, ez most már így 2000-ben nem megy. De a Bandi szívósan Trabanttal járt. És ez tulajdonképpen illeszkedett teljesen az ő figurájába. Papp Endre napjainkban egy beszélgetős műsort vezet az egyik magántévénél, és rádiózik is mellette. A holnap esti híradóban ő várja majd önöket. Végül egy kis visszatekintés a ma esti híradóra. Tiltakozó egyenruhások fáklyás felvonulása Budapesten. Legalább a reálbérek szinten tartását követelik. Keserű pedagógusnak. Oktatók tüntetése és tiltakozása a csökkenő bérek és az elbocsátások ellen. Még a palesztin kormány is sürgeti, hogy Libanon számoljon le a szélsőségesekkel, le is számol. Nem minden őstermelő ős, és nem mindegyik termelő. Szigorítás a láthatáron. Ez van. Nekem jó játék, jó munka volt, remélem önök sem bosszankodtak túl sokat. Este 10:30 után 5 perccel Acél Anna jelentkezik híradóval, a viszontlátásra.